Fejlesztéseit tekintve Pincehely három pályázata nyert, melyek közül egyik a gondozási központ, vagy ahogy a helyiek ismerik, az idősek otthonának fejlesztése. Itt történik az idősek nappali ellátása, az étkeztetésük, a házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti szolgálat, és minden ilyen szociális dolog, ami a más területekre nem köthető. Azért nagyon fontos ez a felújítás, szerintem az országos statisztikához is igazítva nálunk is egyre idősödő a lakosság, és egyre több idős, egyedül élő ember van, aki magára marad, és segítségre szorul már a mindennapokban is, és ezeknek a kiszolgálására szeretnénk ezt bővíteni és fejleszteni. Az épületet teljesen megújítják, nyílászárókat, hőszigetelést fognak cserélni, akadálymentesítés, infokommunikációs rendszerek beszerelése, de még egy új ételszállító gépjármű vásárlása is a fejlesztés része lesz. Emellett az időseknek színesebb mindennapokat teremtő kellékeket is fognak vásárolni, mint szövőszék, varrógép és számítógépek. Erre a célra a Pincehely 68 millió forintot nyert el. Emellett szintén pályázati pénzből a közutak felújítására is sor fog kerülni, hozzávetőlegesen 536 millió forintból. Szerencsére útfelújításokban is gazdag lesz az elkövetkezendő pár esztendő. A Pincehely és Ozora összekötő utat teljes szélességeiben fel fogják újítani, és új aszfalt burkolatot kap, illetve a 61-es főút belterületi szakasza is felújításra fog kerülni. Ezek ugye közúti tulajdonban vannak, a Magyar Közút tulajdona, ettől függetlenül nagy öröm a helyi lakóknak, hogy új utakon tudnak majd közlekedni. Bízunk benne, hogy a jövőben az önkormányzati tulajdonú utakat is tovább tudjuk újítani. Ezen kívül a település egy vidékfejlesztési pályázatban is nyert, a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója nevet viselő pályázattal. Ez a Csefalvi kúria felújítását jelenti, mely a település életében egy meghatározó szerepet játszó épület. Történelmi szempontból Vörösmarty Mihály itt írta a Zalán futása című művét, és itt joggyakornokoskodott. Ez az épület ad színteret a gyerektáboroknak, festőművészeti táboroknak, vagy akár néptánci táboroknak is. A felújítás célja egy néprajzi és falu múzeum létrehozása, majd a későbbiekben egy szálláshely kialakítása. Közösség szempontjából az idősek otthona révén új munkahelyek fognak betöltésre várni, a kúria által pedig a gyerekeknek egy helyi üdülési lehetőség fog kialakulni. A község értékei közé sorolható a Csefalvi kúria, amelyben állandóan megtekinthető a pincehelyi hagyományos népviselet, illetve a gazdák által régen használt eszközök. Vörösmarty Mihályra emlékezve egy külön szobor és egy külön szoba is található az épületben, melyben Vörösmarty Mihály munkái találhatóak meg. A település további értékeit tekintve meghatározó jelenség egy hagyományos népi viselet, a pille. A pille egy fejdísz, melyet a kapos és koppányvölgyi településeken az asszonyok viseltek. Erre a hagyományra Pincehely már 4 éve Pillefesztivált rendez. Úgy mondhatni már hagyománnyal alakult, és a környező települések is mindig részt vesznek rajta, és nem csak magát a pillét mutatjuk be, hanem a települések és a kistérség népviseletét, illetve a régi hagyományosan készített ételeket és akár kézi szerszámokat is. A településen nagy jelentőséggel bír a lovassport is. Ez főként egyesületi kereteken belül folyik. Fekete Gábor Pincehely polgármestere szerint elismerendő az is, hogy a születi fesztiváljukon 50-60 lovas fogattal vonulnak fel, és az is, hogy a helyi lovasnapokon minden évben közel 500 ember jelenik meg. Nagy elismerésnek örvend az is, hogy a 2018-as évben az országos póni versenyt is Pincehely rendezi meg.